Na, hát képzeld el, hogy a sztori egy meglepetéssel készült neked. Kicsit izgulunk, mert reméljük, hogy nem lesz ez ilyen felzaklatós, de téged ismerve örülni fogsz neki. Szóval kíváncsiak voltunk, hogyha nincsen neked az autóbaleset, akkor most milyen, most is gyönyörű vagy, és hogy akkor milyen pofival mosolyogsz vissza ránk, úgyhogy a mesterséges intelligencia segítségét kértük, hogy... Na, erre én is kíváncsi vagyok. Hogy megnézzük, hogy hogy néznél ki. Sőt, erre mindig egyébként nagyon kíváncsi voltam. Na, hát reméltük, hogy így fogsz hogy, kíváncsian hozzáállni a dolgokat. Na, hát tényleg, ez az én is egy kis... Ó. Mhm. Nekünk nagyon tetszik. De azt azért látjuk, hogy azért ezt a... Mert a zöldet azt nagyon kedvelem, én most is nagyon kedvelem a zöld színt, ezt a katona zöldet, és hát úgy lehet, hogy mind a kettő fotón pont olyanban vagyok, úgyhogy ez nem változott. Egyébként érdekes, mert így, hát ugye nekem nagyon sok mindent műtöttek az arcomon, szinte nem is tudom, hogy mi az, ami megmenekült, talán a jobb szemem, az, ami teljes egészében, meg teljes valójában az, ami. Úgyhogy nyilván abból tud az ember kiindulni, az a kilódok mindig a legtöbbet a sminkelésnél, és milyen jó látni így, hogy egyébként itt szimmetrikusnak tűnik. Úgyhogy, de igen, ez az orrom. Hát ugye a mosolyom az, mondjuk megnéztem volna, hogy milyen, mert ugye én nem tudok mosolyogni azóta, mióta itt megvágták, és azóta én csak a zárt mosoly, és amikor mondják, hogy fogakként, azt mondom, az nálam nincs, mármint, hogy fog az van, csak éppen fogas mosoly nem lesz. Úgyhogy megnéztem volna egy olyat, hogy hogy mosolyognék most teli szájjal. De egyébként igen, tehát hasonlít, abszolút, de tehát... Megmutatod a kamerába is, hogy lássák a sztori nézői is, olvasói. Szerintem ilyen totál babart, tényleg, tehát ilyen nagyon... Nagyon hasonlít. De egyébként örülök annak, hogy a mesterséges intelligencia egy ráncot nem rakott rá. Tehát, hogy azért így a közel 50 évemhez egyébként úgy érezte, hogy fogok foglalkozni magammal, és törődni magammal, és akár a genetikámat is nézve, nyilván az is számít egy ilyen bőrdologra, de egyébként is nagyon sokat foglalkozom magammal, de hogy mondjuk... hogy ilyen kisimultnak érzett már, vagyis hogy érez engem, hogy én az lettem volna, vagy jól mondom? Na mindegy, szóval lényeg a lényeg. Milyen vagy... érzés egyébként? Hát, hogy egyébként látod te magad, vagy ott egy idegen nő tekint vissza rád, vagy milyen hát érzés? Hát az az érdekes, hogy már milyen fura, hogy most nézzük azt, hogy mi lett volna, ha. Most meg ugye vagyok egy... 30, közel 40 műtétes műtéttel mögöttem, és már most ez az, amit én már elfogadok az arcomnak. Tehát, hogy már ez a tükörképem, és már én ezzel vagyok teljes egész. És milyen fura, hogy mit meg nem adtam volna azért, hogy ne történt volna meg. És most meg ugye így nézem, és milyen fura, hogy ennek kéne az eredetinek lenni, és ennek kellene ismerősnek hatnia, és mégis azt mondom, hogy egy idegen. Mind a mellett, hogy hasonlít, és fura ezt kimondani, hogy ez én lennék, hogyha nem történt volna ezer meg ezer műtétem, de mégis idegen. Tehát most már nekem ez az arc, ez már teljesen beépült az én egész lényemhez, már ezzel vagyok teljes egész, és ha most azt mondanak, hogy visszakaphatom az arcomat, fura lenne, hogy nem is tudom, hogy tudnék megbarátkozni újra azzal a tükörképpel, hogy már mennyire fura lenne, hogy egy teljesen idegen nő néz rám vissza. Tehát, hogy sok éven keresztül azért nem tudtam elfogadni az új arcomat, de most meg már annyira ezzel vagyok. Nem tudnád elfogadni. Igen, igazán. Hogy fura, hogy most már az régi énem. Nyilván ebben az is benne van, hogy azért már elfogadtam mindenhogy. Tehát lelkileg is elfogadtam önmagam, találok már szépet az arcomban, ez miatt is. Nyilván vannak olyan részek, ha valamit egyébként azt mondanám, hogy visszakapnék, nyilván azt az érzést, hogy nem zsibbad az arcom. Tehát azért ugye nekem ez 25 éve folyamatos zsibbadásban van, nem veszed észre, ha folyik az orrod, zsibbad a szád, a fogaid erősebben fájnak akkor, ha mondjuk időjárás változás van. Ugye nyilván mindenféle dolga, akármit csinálok, kattog az arcomban. Talán ezeket így meg tudnám úszni, hogy az nincs, de most már az is majdnem, hogy azt mondhatom, hogy hozzám tartozik. Úgyhogy már megszoktam, hogy már tudom, hogy merre kell
mozdítanom, hogy kattonjon valami az arcomba, és mindig megyek, hogy úristen, csináljam, mert szétesik az arcom. Úgyhogy de ez már csak nekem ilyen kis hóbor. Úgyhogy fura. Hát mi reméljük, hogy azért ráteszed ezt emlékbe, de igazából mi is így szeretünk, ahogy vagy, úgyhogy igazából ez csak egy kis érdekesség volt. Kis jelképes. Igen. Megemlékezés a 25. Igen, mert hogy 25 éve volt pont, de örülünk, hogy túl vagy rajta, örülünk, hogy itt vagy velünk, hogy színpadon vagy, hogy mindig kedves vagy velünk. És hogy milyen szép arcom lett. Igen, pontosan. Igen, és milyen jó orvosok vettek körül, és felfedezhették, hogy mennyi mindent meg kipróbálhatnak rajtam. Ennyi. Úgyhogy köszönjük szépen. Én is köszönöm.